Őfelsége Szamtamtónió király úrnak, Bolondság szigetek. Kedves felség, tisztelettel megkaptam kelt mint fent levelét, és sietek is a válasszal. Szombaton Pest városában jártam, ahol is egy nagy paláveren vettem részt. Hát először is ki kellett öltözni pucparádéba, ami kellemetlen. Férfiaknak nyakkendőt is kellett volna kötni, ami egy tengerészen életidegen. Állandóan fotóztak, és olyankor vigyorogni kellett. Mert ha lehetne hülye pofákat vágni, mint rendesen, még hagyjál lenne. Léptennyomon üdvözölni kellett valakit, sokszor még puszival is. Még a pasikat is meg kell puszilni, az maga halálom. Aztán beültünk egy tök sötét terembe, mondjuk a székek jó kényelmesek voltak, és jött az Évike meg a Sankocska, de nem figyeltem, hogy mit beszéltek. Aztán jött valami szőke csaj, mondjuk nem nézett ki rosszul, de nem nagyon emlékszem arra, hogy mit mondott. Valami uralkodókról, meg humánokról beszélt, akik elemeznek valamit, közben meg pörögnek, vagy mi. A felséget tudja rólam, hogy sík hülye vagyok az uralkodókból. Nem ismerem csak felségedet, meg a negyedik Bélát. Tudja, aki elkergette a tatárokat Mohácsnál, de aztán belefulladt a Rodostóba. Á, ronda esett. Utána meg azoknak, akik nem írták meg a házi feladatot, ki kellett állni a színpadra. Én nem is tudtam, hogy volt valami feladva, úgyhogy én is kiálltam. Alaposan megdorgáltak, mindenki kapott 300 fekete pontot. Mi meg a Pepita Oféliával még többet is, mert ketten voltunk. Na mindegy, decemberre kiderítem, hogy mit kell csinálni, még egyszer nem akarok megszégyelülni. Utána meg jöttek a sák, vagy micsodák. Essák, nem tudom. Kaptak egy kis piros dobozkát, lehet, hogy gyógyszeradagoló volt, és nagyon örültek. És a sokaság tapsolt. Tapsoltunk mi is, ami egy szerklin nagyon helyén való. Sőt, ildomos. Ebéd után kapcsolatépítés jött. Hogyan szólítsál le csajokat az utcán? Hát úgy, hogy az Ofélia meg ne tudja. Ezt tudtam eddig is. A többire nem emlékszem. Volt szó valami lelkész lányáról is, akinek meghalt valaki ebédelés közben, ha jól értettem. És beszéltek valami szangvinistákról, vagy szangvinikusokról is. De azok azt hiszem Nikaraguában laknak. Osztogattak mindenféle drága köveket is, de én nem kaptam egyet se, azt tuti. Arra emlékeznék. Rubinokról beszéltek, meg gyémántokról. Ennek még azért utána nézek. Aztán a végén jött egy csaj, akit ziher, hogy láttam már valahol. Egy horvát motorossal állt a színpadon. Nagyon szomorú dolgokat mondott, mert többen sírtak. Egyszer még a nevemet is mondta, biztosan ki akart hívni felelni. De ügyesen lapította, mert nem vett észre. Aztán hamarosan vége is lett az egész dzsemborinak, a sokaság szerte szétszaladt, amerre látott. Mondjuk megvettük Pepita Oféliával a jegyeinket a decemberire is, mert azt mondják, hogy csak annak lesz nagy üzlete, aki ott van ezeken a palávereken. Így aztán elmegyünk mi is majd. Lehet, hogy hamarosan fel is fogom hívni a buzgó mócsingot, akiről felséged jól tudja, hogy valójában az igazi Trebics, hogy érdekli-e egy jó üzlet. De azért ezt előbb még alaposan átgondolom. Állítólag az a piszok Alfred, a kapitány is benne van már. De az mindig kavarja. Kérem felségedet, hogy adja át mérő jövő két sokjaimat királyi nagyanyjának, kert mint fent tisztelettel, Don Fülig de St. James fregat főhadnagy.